Szép estét mindenkinek! Nos, sziasztok, sziasztok! Ugye vasárnap megtörtént a GT 3-as bajnokságunk negyedik szezonjának utolsó versenye, itt a német pályán, Nürburgringen, és akkor most ezzel, ezután megtartjuk ennek a bajnokságnak az utolsó BT ülését, és ezzel le is zárjuk ezt a szezont. Jó magam vagyok csak, Kovács Ricsi kollega az nincs itt. Belevetette magát az éjszakai munkába, úgyhogy sajnos ő most egyéb elfoglaltságait csinálja. De se baj egyébként, mert átbeszéltünk mindent, illetve nincs olyan sok eset. Nem tudom, hogy most miért, egyébként, hogy nagyjából tiszta versenynek tűnt. Egy-két olyan előzés meg baleset volt, amit azért majd meg fogunk említeni. De feltételezhetően azért se adtatok le már annyi óvást, gondolom én, mert nem akartuk úgymond beleszólni már így a végén semmibe, vagy mert jó kis verseny volt, nem tudom. Jesszusom, akkor Hunor két pilóta nevébe is fog beszélni? Na, jó van. No, de a lényeg a lényeg. Ugye utolsó BT ülésünk, ennek a bajnokság az utolsó BT ülése. Hát, nem volt egyszerű dolog, el is kezdjük akkor, sok esetünk nincsen, kettő olyan esetünk lesz, amit a végére hagyunk, tehát nem teljesen időrendben fogunk menni, mert ez a két eset az olyan, hogy ott is már született döntés, de az tényleg olyan, hogy inkább azon időzünk el egy kicsit, és akkor, mert a többi az elég egyértelmű. Az a két eset egyébként Fazekas Barnabás és Pesti Geiger Viktor páros, a másik pedig a Pénzes Ádám és Szakácsi Máté. Majd meg fogjátok látni, ez a két eset, igen. Tehát nem fekete-fehér. No, de én azt mondom, hogy kezdjük is el. Hát az első ugye a kvalifikáció, az időmérő edzés replayét töltöttem be. Igazából itt ez nem lett megóvva. Nem lett megóvva, viszont mivel, hogy benne volt a fejemben, mert a közvetítésen pont elcsíptük ezt a mozzanatot, ezért mindenkinek szeretném megmutatni, okulván, hogy azért türelem az nagy erény, és az ilyen szituációkat kerüljük. Mi történt? Hát ugye utolsó körünkben, utolsó kör volt, erre pont emlékszem, gyorsan nagy vonalban elmondom, lejárt az időmérőedzés, utolsó kör, Ballai Gergő is gyors körön volt, egy másodperces javításban, és Füzi Marci is gyors körön volt, ő is nem tudom pontosan mennyi, de nagyon sok nagyon nagy javításban volt, amivel az első helyet szerezhette volna meg. És az érről indulhatott volna. Ettől függetlenül ez nem indokolja a tettét. Ami történt, hogy hát pekes Marci pekhére beérte Ballai Gergőt. Gergő nem engedte el az időmű edzésen. Hozzáteszem, nem is kell neki. Gyors körön volt ő is, Marci is. Egyértelműen Marci gyorsabb pilóta. Aztán itt egy kicsit, hát... egyébként nem volt nagy kocsanás, de... ettől függően letolta a pályáról. Hát nem is letolta, odébb azt mondta, hogy menj innen, én gyorsan vagyok. Mondjuk érdekes a Kunosz fizikája is, hogy nem tűnik olyan hirtelen, meg durva összeérésnek, és mégis eldobja szegény Gergő az autót, valószínűleg a nagy sebességnek köszönhetően is. No mindegy, tehát a lényeg, hogy itt Marci már egyébként bőszen villogtat is. Ezt mindenkinek egyébként, mindenkire rábízunk, hogy valaki elengedi, valaki nem. Egy biztos nem kötelező elengedni, mert mind a két pilóta gyors körön volt, és méghozzá eléggé nagy javításban is volt mind a két versenyző, úgyhogy ilyen szempontból Marcinak nem volt igaza. Itt kicsit szerintünk, valószínűleg kicsit Marcinak már elborult az agya, mert úgy, hogy, hát, hogy a bajnoki címért küzd, aztán pole pozícióból tudott volna indulni, de ettől függetlenül ez nem mentség. Most emiatt nem akarunk mi beleszólni semmibe, Marci kap egy nagyon erőteljes figyelmeztetést erre, legközelebb cool down és higgadtan. Nem kell ezt ennyire
túl stresszelni. Marci ezért egy büntetést fog kapni, csak lássátok, hogy azért ilyet te csináljatok. Ezért az 1-5-ért képes voltam betölteni a replayt, a kvalifikáció replayt, és akkor ugrunk a versenyre. Ez egy, nagy, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció egyébként, mert pont rosszkor jött ki, tehát értem én, hogy a hátsó gyorsabb versenyző az villogtat, hogy engedj már el, hát nem kötelező. Ez már a másik pilótának a belátásán múlik, hogy elengedi-e vagy nem. Ha ő is gyors körön van, na, ezt jól megcsináltam. Még egyszer. Az első kanyar, egyébként egész szép volt a rajt, nem is volt nagyon, tehát azt kell mondjam, szépen elrajtolt nagyjából mindenki. Azért az első pár kanyart megnézzük, itt lesz egy kisebb malőr, itt Marci bepróbálkozott, itt lesz egy kisebb malőr, Fazekas Barnabást forgatják meg, de aztán irányba állítják. Mindjárt megnézzük azt az esetet jobban, csak nézzük a többi kanyart. Itt is van egy malőr, Szúcsabát. Lökik ki, aztán Csökönyi Feri forog meg, úgyhogy van itt azért. Nem a legszebb rajt volt, de a többség az el tudott jönni. Hál' Istennek. Na és akkor nézzük ezeket, ezt a 3-4 esetet. Pontosabban, hogy mi történt. Pintér Rolandot keressük. Hát ugye itt ez nagyon szerintem nem kíván magyarázást. Úgyhogy Roland jött Fazekas Barna mögött. Egyébként teljesen jó a féktáv, tehát nem az van, hogy eszeveszettő menne Roland. Szintén egy balszerencsés szituáció történik. Mindjárt rákattintunk, sőt most rákattintok Barnára, és akkor látszik Barnának a pedál állása. Tehát Barna nem fékez, tehát nem az, hogy hirtelen lelassul Barna, és akkor amiatt megy neki Roland. Lelassul, annyi, hogy elemeli a gázt Barna, mert ott van előtte Hunor. És ez elég ahhoz, hogy egy kis kottanásból Roland meglöki, és megforog Barna. Na, még egyszer, aztán megyünk tovább, mert talán még egyszer neki megy Roland azért, tehát az mondjuk olyan szempontból jó volt, hogy irányba fordította. No, igazából azért Barna jobbra-balra megtérült, fordult, pozíciót is veszett, nem is keveset, bajnoki cím, stb. Bajnoki címért csata, stb. Úgyhogy Roland ezért, hogy első körös eset volt, és pont az első kanyarban 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetést kap. És akkor maradunk tovább Rolandon. Ezek még egyértelmű esetek is. Roland és a másik jó ember, Sirán Milán, igen. Itt Roland és baloldalt Sirán Milán koccannak, emiatt Roland neki megy Szúcsabának, erről már nem tehet Roland sem, meg Csaba se, hogy most itt ők összeértek. Az előző koccanás majd a Milánnal mindjárt kivesézzük, itt már ugye mindegy volt. Tehát a Szúcsabás koccanást én nem vitatnám meg, nem büntetném a Rolandot. Inkább azt nézzük meg, hogy itt ki volt a hibás. Itt... hát ez megint szerencsétlen szituáció, mert itt Roland jön a balos kanyar, kanyarodik balra. De Milán meg egyébként, mint hogyha... Hol van Milán? Itt van Milán. Olyan, mint hogyha kicsit egyenesen indulnál itt a balosba, tehát nem kezd időben ráfordulni. Ez nagyon pekes, szerencsétlen szituáció.
Belsőből megnézzük. Hát egy kicsit talán lesodródik egyébként, de nem vészes. Szegény, nem is értékelszem semmit abból, hogy összekoccant Rolanda. Mikor Rolandnak a belső kamerájából megnézzük, akkor azért ez már lényeges. Tehát ez kevésbé Roland se tudta volna szerintem elkerülni. Hirtelen, itt ebből a kamerából, ott terem. Mellette Milán. Puff. Ez... Az oké, hogy Roland húzza balra az autót, és azért történik a koccanás, viszont Milán meg kicsit tart egyenesen. Nem teljesen balra, úgyhogy hát... Két egyenes keresztezi egymást. Két irány. Úgyhogy ez inkább számomra, vagy számunkra a versenybaleset gyanús. Azután, ami utána történt, hogy szerencsétlen Szúr Csaba, az még inkább versenybaleset. De ez mi egy... Hát ott volt a rés. Igen, ott volt a rés. Ne, egyébként egymás mellett autóznak, tehát félreértés ne essék, legalábbis most megnézzük újra. Itt, tehát itt egymás mellett vannak, ez teljesen jó. Nem, tehát itt nincs bevetődésről szó. Egymás mellett vannak, hol gondolom én a holtér, vagy nem tudom miért, nem érzékelik egymást úgy, ahogy kéne. És így egymás felé tartanak, összeakadnak, és ennyi. Úgyhogy ez egy versenybalesettel ezt lezárjuk. Csak úgy, ahogy a következőt, na a következő az egy még pekesebb szituáció, és ez egy önhiba is. Csökönyi Feri. Irán 15 szek szerintem. Jaj. Most így egymást képviselitek unorral? Ez jó, csak bele fogok kavarodni. Itt Csökönyi Feri a Lexusszal hát megcsúszik. Nem ér hozzá senkihez, megcsúszik. Itt Feri megcsúszik, utána jön mögötte Vég Attila, aki értelemszerűen befékez, mert előtte Feri megcsúszott. Vég Attila befékez, utána amiatt neki koccol Blaskovics Ádám. És megtörténik a baj. Ez úgy szintén számunkra szerintünk versenybaleset. Ádámot nem hibáztatnánk, mert most ott van mögötte szorosan, vagy előtte Vég Attila, aki előtt meg Csökönyi Feri önhibájából megcsúszik. Hát, ez megint, ez, hogy elkerülhető legyen. Nem tudom. Robit? Akkor megijedtél biztos. A lényeg, hogy itt Feri ezt megcsúszott az autója, benézte, de a Vég Attila meg a Blaskovics Ádámos ütközés, ami miatt utána ez minden történt. Ezt is milyen, ezt a kavalkádot eléggé versenybalesetnek nyilvánítottuk. Nem tudnánk egyértelműen hibást keresni. Senki se úgy ment, mint az őrült, hogy na akkor most meglátta a rést, meg lehetőséget, és akkor hoppá, Feri forog, és már előzök is. Itt nem az a helyzet áll fenn. Hogy egy verseny baleset. Hunor, te írjál Hunorként, Viktor meg Viktorként, aztán lesz, ami lesz. No, ugorjunk tovább, mindjárt jönünk a két-kétes esetre, már csak ezt gyorsan ledaráljuk. Hát, ja, Feri, ez hát most van ilyen, előfordul. Füzire ugrunk. No, a másik, ugye annak valahol egyébként örültem, hogy tehát Marci is felettébb most ezen a versenyen többet hibázott, és Barna is, Fazekas Barna is, és valószínű azért egyébként, mert jó volt, tehát kiélezett volt a bajnokság, ugye három, illetve négy bajnok esélyesünk is van,
és úgy látszik, hogy ezt a pilóták rendre komolyan vették, és azért is most többet hibázott az élboly. Ez valahol jó, mert azt jelenti, hogy tényleg nem vette senki se fejváról, hát olyan szinten meg rossz, hogy hibáztak. De nézzük meg, hogy mi történik. Nézzük innen, kicsit később lesz egy 10 másodperc múlva, de... De Suzy bepróbálta. Marci, hátha. Na most ezt egyértelműen megállapíthatjuk azért, hogy Marci nincs előzési pozícióban. Helye van, annyi, hogy utána, hát itt Marcinak elfogy már a hely, de ugye nincs előzési pozícióban, tehát szó szerint Hunor mögött van Marci. Ettől függetlenül megpróbálta, túl optimistán, hogy hátha. Gondolom minél előbb túl akarta magát verekedni Hunoron, hogy itt a bajnoki cím volt a bajnoki cím a tét. Jó. Na és ami igazából itt okozta a galibát, hogy megnézzük Marci belső szemszögébe, hát a rázó megdobta. Ez eléggé látszik is innen bentről. De hát az is lehet, hogy nem is tudott volna megállni. De a rázó is megdobta, belül nem volt helye, úgyhogy hát ez túl optimista volt itt Marci. Viszont, mivel hogy azért az ítéleteket úgy fogjuk meghozni, hogy ha nagyon csúnya a dolog, és tényleg tehát másik fél az nagyot szenvedett, akkor egyértelműen repül a büntetés. Itt, ahogy van, Marci saját magát megbüntette, úgy, ahogy kell. Hunor az tudott tovább menni nagy szerencsére, hál' Istennek. Aztán Marci kicsúszott. Itt még mögötte neki is mentek. Úgyhogy ezért Marcit egy erősen figyelmeztetjük, mert ez nagyon benézte ezt a kanyart, meg ezt az előzési pontot, figyelmeztetésnél többet nem kap Marci, mert hát kőkeményen megbüntette saját magát, tehát most ennél jobban mi miért büntessük? Itt pozíciót bukott, időt bukott, mindent, ami kell. De Marci volt a hibás. Tehát kérdés ne legyen senkiben. Következő esetünk lesz a fazekas barna Pesigeger Viktor, amit most átugrunk, mert ez egy vitát generálható eset. Hanem. Gyorsan két esetünk van, és akkor jöhet a vita. Ambrus Péter. Hát Ambrus Petit itt mondjuk most itt a középmezőnben van, de furcsa itt látni. Hát mondjuk innen. Na hát, egy félig meddig kétes eset csak. Csökönyi Feri Peti előtt. Azt hiszem, ugyanaz lesz, mint a Marci és Hunornál, nem is hasonló nagyon. Nézzük lassítva, mert ilyen gyorsan nem tudok beszélni. Ugye itt bepróbálkozik Peti. Itt már hát... úgy, ahogy megvan az nem, nincs meg az átfélés, mert a tengelyt nézzük, akkor itt az első tengely. Tehát ha úgy nézzük, akkor az átfélés a tengelyek nincs meg, de most ne legyünk ennyire szörű szívűek. Itt ami szerintünk történik, vagy szerintem,
Ja, hogy Csökönyi Feri, tehát azért nem hibáztatom Petit, hogy bepróbálkozott ott, mert Feri teljesen nyitva hagyta azt az oldalt, a kaput. Versenyzők vagyunk, ki ne próbálkozott volna be ott. Viszont, tehát itt is még ugye, itt mögötte van Peti, Feri mögött. Tehát azért nem annyira hibáztam, hogy itt Peti ott bepróbálkozott, Feri nyitva hagyta a kaput neki. Itt, hát Petit megdobja a rázó, elfogy a hely is. Egyébként Feri az teljesen jó pozícióban van, tehát nincsenek egymás mellett, hogy neki most bármiféle helyet is kéne hagyni. És viszont, ha már itt Peti bepróbálkozott, ugye itt ő van előnytelenebb helyzetben, tehát itt akinek fel kell adni a pozíciót, az Peti. Itt ez már, itt látszik, hogy nem jön össze, persze verseny alatt lehet, hogy a verseny hevében ezt a pilóta nem tudja gyorsan lereagálni, de itt Petinek fékeznie kellett volna, és fel kellett volna adni, hogy jó, akkor menjél. Ugye itt nem fékez, inkább csak a gázt engedi el, ami nem elég. Tehát Peti egyszer se fékez, a gázt elengedi, de az nem lesz elég, és így megtörténik a baj. Itt véleményünk szerint ezt Peti ezt elnézte, és itt őt nyilvánítottuk hibásnak. Peti van rossz a pozícióban, Ambrusi az ív, átfedés nincs meg, ezt ilyenkor sajnos el kellett volna engedni. A rés az meg volt, csak nem elég nagy rés. Szegény Petit a rázó is megdobta. Úgyhogy ezért Ambrus Péter 2 büntetőpont és 10 másodperces időbüntetés kap, nem az első körben történt. Általában ezek a, egyébként én úgy vettem észre, majd ezen kell javítani, hogy a balesetek többségét nem is a sikánok, meg a 180 fokos visszafordítók, meg az éles kanyarok okozzák, hanem ezek a szemét kis törések. Ilyen enyhe kanyarok. Tehát nagyon sok baleset van ilyen törés, vagy enyhe kanyaroknál, mert egyszerűen hülye az ív is. Az ember azt hiszi, hogy el fog férni, nem fér el, szóval eléggé szivatósak ezek a törések. És akkor megyünk az utolsó konkrét esetünk, ami egyértelmű eset. Szú Csabára ugrunk. Hát itt igazából ezt csak megállítjuk, ugye. Hát elég sokszor elmondtuk, hogy srácok, box kivezető vonalat ne lépjétek át. Nem nehéz, erre figyeltek oda. Tehát Szú Csaba jön ki a box utcából. Ha érintitek, az nem baj, de ez nem érintés. Ez átlépi, úgyhogy szólcsa be 5 másodperc, plusz 5 másodperc. Hát erre figyeltek oda, hogy ne lépjétek. Ha nem jön senki, akkor se. Ugye ez a szabály, a fehér box kivezető vonalat nem szabad átlépni. No. És akkor mindenki, amire várt. Két kemény esetünk. Hát ezt, ennek egy története van a következő eseteknek. Ugye először Fazekas és Pesti Geiger Viktort nézzük. Fazekas valahol elő lesz itt. A 20-szor nem néztem ezt tegnap vissza. Mit tudom én, milyen kameraszövegből, akkor egyszer se. És ugye nekem volt az ilyen nehezebb eseteknél nem csak én meg Ricsi döntünk, hanem még bevontunk 3 személyt, mert tehát képtelenség volt két embernek ezt megállapítani. Úgyhogy ez öt emberes volt ez a... a szituáció. Hát most nem fogom megnevezni, hogy ki volt az a plusz 3, de némelyiket a kommentátori szekcióból ismerhetitek. És akkor így elmondtam mindent. Na, 26-22-re ugrunk. Távolabb.
No, Fazekas Barna a Bentley-vel, és Pesti Geger Viktor a Lambóval. Hát igen. Első ránézésre, ugye, felszívta magam, mondom, hogy úristen, Barna mekkora hibát vétett, hogy jön hatalmas tempóval, és hát szó szerint kiüti Viktort. Viszont azért nem menjünk el amellett, habár ugye Fazekas van a hátul. De most nem tudom, kinek mennyire látszik, ezt most lassítva, hogy megmutatom, mert lehet, hogy amúgy nem túl gyorsan eltelik az a mozzanat, hogy mindjárt megmutatom belső kamerából. Viktor, én szerintem, de a Viktor, hogyha nem így volt, akkor javíts ki, mert te most itt vagy a cseten. Én úgy vettem észre, hogy visszaváltásnál megcsúszott az autód, és az autónak van egy hirtelen jobbra bemozgása. Itt van az a jobbra bemozgás. És most független attól, hogy Barna nagy tempóba jött, és nem tudom, hogy meg tudott volna állni, vagy nem, hogyha nem koccantok, de ami lett volna, ha esettel nem foglalkozunk, mert nem tudjuk. Csak a látottakkal, meg a tényekkel. Ezért baromi nehéz lesz itt a döntés meghozni. Mert egyrésztről divebombnak tűnhet, mert messziről jön Fazekas, ugye egyébként megnéztem a kilométer per órát, itt be is kapcsoljuk a HUD-ot. Fazekas 187, azt hiszem ilyen 30 kilométer per óra a különbség valahogy. Hát ja, 20. 25. Tehát ilyen 20 kilométer per óra a különbség, 20-22, az elég sok. Elég sok. Na hát viszont akkor azt láttuk, hogy azt láttam, hogy irányt váltottál, csak azt nem tudtam, hogy miért, hogy szándékosan vagy megcsúszásból, mert nekem innen belülről megnézzük. Innen hirtelen nekem belül, tehát pont akkor indulsz a jobbra, amikor visszaváltasz, azért is tűnhet úgy, hogy a visszaváltás következtében. De most amiatt, mert hogy tudatosan, hát a tudatosan, az köszönöm az őszintességedet, de az rosszabb úgy. Tehát itt... Ha tudatos volt, ha nem... Barna szemszögéből is megnézzük, amit láthatott. Jön szélárékba Barna, itt kihúzódik jobb oldalra, vagy bal oldalra, a külső ívre. Gergő szintén kihúzódik a külsőre, emiatt Barna belül próbálkozik, belül rántja, és itt bemozdul a Viktor. Na most... Egyébként baromi nagynak tűnik Barnának a sebessége, véleményem szerint nem biztos, hogy meg tudott volna állni, hogy bevegye ezt a kanyart, de most azzal nem foglalkozunk, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha. De... Tehát a nagy sebesség miatt Barnát is valamilyen szinten okol... Hát nem tudom, lehet, hogy... Na mindegy, de ettől függetlenül az a Viktor, ahogy bemozgott jobbra, az nem volt szerencsés, és amiatt történt meg ez a baj. Hát irányt váltott Viktor. Fékezésnél, pláne féktávon, ugye? Tehát ezt nem tudom, hogy... Ezt nem igazán lehet... De ez veszélyes, tehát ilyet ne csináljatok. Hát... Viktor, lehet, hogy...
akkor a következő versenyednél nem lehetnek. Tudom, itt nem nézők, hanem ellenfelei nem lehetnek. Egyedül kell menned. Neked az lesz az zárt kapu. Na úgyhogy... ha itt mondjuk, tehát csak hogy mindenki értse a különbséget, ha itt az lett volna, hogy Viktor, mivel hogy itt már... Itt Viktor kiválasztotta az ívet. Pálya bal oldalát. Itt kiment a pálya bal oldalára, akkor már ilyenkor féktáv után nem megyünk be jobbra. Nem húzunk be így látványosan, mert ez fog történni. Úgyhogy ez nem volt túl jó mozdulat. És igen, tehát pont ezt mondom, hogy amit Feri is említ, hogy viszont Barna se teljesen, hogy is mondjam, vétlen. Mert akkor a tempóval jön, hogy... Kormányoz is jelen jobbra-balra, Barna. Szóval két megoldás van. Vagy mindkét pilótának adunk valamit, mert én Viktort egyértelműen hibásnak érzem, mert bemozdult féktávon, és viszont Barna meg... Nézzük meg, hogy hol fékez Barna, az a legegyszerűbb. Lassítva. Itt fékez Barna. Hát ez a százas tábla előtt egy picivel. Na igen, most pont ezen megy a vita, hogy Barna elfékezte-e vagy nem. De... Most pont azt nézzük meg, azt mondja, hogy Barna itt a százas, hát éppen az autó óra nem ér el a százas táblát, itt fékez. Akkor most visszaugrunk az előző körre. Itt hol fékez Barna? Nézzük. Hát, ja. Itt azért korábban fékez Barna. Az előző az valahol itt volt. Itt a százasnál. Itt. Azért itt korábban fékez Barna, pedig ugyanúgy ott előtte a Viktor. Megnézzük még egy kört azért tőle. Nem, ez sajnos csak így lehet megállapítani. Itt már fékez, kicsit visszajövünk. Hát körülbelül ugyanakkor fékez, mint a az ezutáni körben, amit néztünk az előbb. Na még egyet nézzünk. Az a jó, hogy itt nagyjából az ugyanúgy egymás mögött autózott, tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert hogy mondjuk nincs ott előtte senki. Na, még ezt nézzük meg, és akkor három kört megnéztünk, hogy Barna mikor fékez. Hát, ja, itt is egy kicsit. Hát itt is nem éri el bőven a százas táblát. És akkor most nézzük meg azt a kört, ahol történt ez az eset. Még egyszer, hogy ott hol fékez Barna, ez lesz az. Jaj, ez az egérkezelés. Na hát egyébként az előző körökben Barna valahol itt fékezett. Vagy, hát jó, itt, mondjuk itt. Jó, nem szóltam. Itt is fékez.
Akkor viszont szerintem mindenki látja. Ha most az előző három körre lesz a kört összehasonlítom, akkor Barna itt is fékez meg a... Ugyanott fékez. Úgyhogy... akkor viszont ez jó. Nézzünk később is, ahol nincs előtte senki. Hát jó, de megnézzük, de most az nem tudom, mennyi leszünk előrébb, mert az előző három kör az pont azért volt jó, mert ugyanúgy előtte volt a Viktor. És láttuk, hogy akkor hol fékezett, és itt fékezett akkor, és be tudta venni a kanyar. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a féktáv, ez nem késői. De akkor nézzünk egy, mondjuk ezt. Itt nincs előtte senki. Itt fékez. Hát ugyanúgy a százas előtt. Ez ugyanott van. Hát, Viktorom. Tudod a dolgod. Viszont, hogyha ezt nézzük, akkor itt sajnos a Viktor volt akkor a hívás. Négy kört is megnéztünk. Barna, ha a szemünk nem hazudik, akkor jókor fékezett. Ugyanakkor, mint az előző körökben is. Nézzünk innen is egyet. Úgy. Negyedik van a fék. Most megnézzük azt a 26 ezt. Még egyszer is utoljára. Az igazság teljesen jó. Ha még itt a százas táblánál itt fékezett valahol volna, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor ráírhatjuk Barnára ezt, de az előző körökből is azt lábítottuk meg, hogy azt lábítom meg, akkor így viszont teljesen magabiztosan, hogy ezt nem verném Barnára, mert teljesen jókor fékez. Az előző meg a következő köréből is látszik. Úgyhogy Viktor, itt ezt a bemozdulást viszont meg kell sajnos valahogy torolni, úgyhogy ez nem volt szerencsés. Jó, akármennyire is. Ha ez bünt is, akkor a fizi ugyanúgy büntetést érdemel. Á, de várja, azért ott most ez nem úgy, ez a két eset a Füzinél. A Füzi neki ment a Hunornak, de nem volt, egyrészt nem volt ekkora ütközés, de most megnézhetjük másrészt, ott Hunorra nem történt... Ja, mondjuk, te vagy az Hunor. Tehát Hunor veled nem történt semmi, mentél tovább. Füzi az viszont kiforgott saját magát, megbüntette úgy, ahogy kell. Barna által megtorolta neki, ebben Hunornak adok igazat. Na várjatok, nézzük tovább. Várjatok. Jó. Megkövetem magam. Én voltam a hülye, melyeként tovább kellett volna nézem, csak aztán elment a figyelmem. Igaz. Jó. Barna nem forgott ki, ment tovább. Akkor viszont úgy a fair, hogyha, és ez teljesen jogos, és logikus, észszerű, hogy a Füzinél is csináltuk. Viktorom, úgy megbüntetted saját magad, ahogy jobban nem is lehet. Úgyhogy azért, ezért nincs büntetés, de egy erőteljes figyelmeztetést akkor azért... Hát úgymond kapsz, hogy hát
talán most te is megtanultad, hogy nem érdemes ennyire ezt erőltetni, hogy ez veszélyes manőver volt. Jó, ez akkor így egyértelmű viszont. No. És akkor a következőre még kíváncsi vagyok egyébként. Mit szóltok az utolsó esetünk? Pénzes Ádám és Szakácsi Máté. Ádámra ugrunk. Ja, ajajajaj, ez egy másik replay lesz, sorry. Ugye hosszú volt a verseny, aztán két részletben van meg. Na, hol vagy Ádám? Ó, ilyen előkelő helyen. No. Először csak megmutatom, mert hát ilyenkor azért nem éri le magunkat, hogy ilyenbe bele kell bonyolódnunk, mert ez mind olyan szar. Ádám, és előtte pedig Szakácsi Máté a Hondával. Ja, az igazság, hogy szerencsétlen Kis Balázs járta meg a lehető legjobban, mert nem tette semmiről. Na most. Hát, ezen tegnap, ahogy Vitka is írja, ezen rengeteget vitatkoztunk tegnap. Jó értelemben. De ez. Úgyhogy Ádám és Máté nem könnyítette meg a dolgunkat. Na most, amit itt, ugye az egyértelmű, ezen vitatkozunk is tegnap, hogy Ádám, hát az látható is, hogy Ádám nagyon távolról, mélyről érkezik. Nagy a tempó különbség. Itt megint azt, hogy be tudta volna venni el a kanyart, meg tudott volna állni ezt. Hát most valaki ezt mondja, valaki azt, de az itt most teljesen lényegtelen, mert megint ugye a baleset, az még azelőtt bekövetkezett, mielőtt még azt láttuk volna, hogy Ádám az megállt volna, be tudta volna venni a kanyart, vagy nem. Tehát az mi lett volna, ha esettel megint nem foglalkozunk, hanem a kész tényekkel. Tehát az egyértelmű, hogy Ádám az nagyon hátulról, távolról jön. És ugye elsőre ez dive bombnak tűnt nekem. Valamilyen szinten még mindig számomra egyébként dive bomb gyanús. De tény, hogy, és ugye itt az átfedés nincsen meg. Tehát itt sincsen. Ugye itt Máté elkezdi jobbra húzni az autót, a Hondát, és akkor még az átfedés az nincsen meg. Tehát nem az van, hogy Ádám az megérkezik, mit tudom én, 1-2 métert még autóznak egymás mellett átfedésben, és utána kezdenek el kanyarodni, mert hogyha úgy kezdő, az lenne az eset, akkor egyértelmű, akkor Máté ráhúzta. Viszont először nekem úgy tűnt, hogy hát Máté mindent jól csinált, mert hogy jön a jobbos kanyar, és akkor, hogy hát ő pedig jobbra kanyarodott, elindult, jobbra rátette az ívre az autót. De ha a többi kollégát itt az elején megnézzük, akkor látszik, hogy nem ez a, hogy mondjam, nem ez a kanyarív. Tehát Máté az nem, úgy, olyan, mintha most vagy hasonlóan, mint Viktor az előző esetben, próbálta lezárni a ívet, a kanyart, csak későn, mert ugye itt teljesen nyitva hagyja a jobb oldalt. Ádám ezért bepróbálkozik,
és olyan, mintha Máté észre lenne, hogy hoppá, ott a rés, hogy most mindenki szavajárásával éljek, és ideje korán becsukja a kaput. Mert a többiek ugye itt kezdenek el a kanyar, hát, tehát látszik is, itt kezdenek el kanyarodni. Hogyha az lett volna, hogy mondjuk van a kis Balázs, Máté az itt lenne, és ugye ott kanyarodik, és Ádám kilöki, akkor már inkább azt mondom, hogy Ádám az egyértelműen hibás. Itt viszont nem tudom Ádámot teljesen hibáztatni, de az igazság, hogy hát valami szerintem Mátét se, de olyan szerintem hibás szerintem, hogy olyan, mint hogy rácsukna a kaput. Viszont olyan szempont meg Ádámot kicsit hibáztattam, hogy ennyire távolról, ez nagyon merész előzés lett volna. Szerintem. Tehát ez ilyen három autónyi távolság. És tényleg megérkezik Ádám, és most nézzük egy belső kamerát. Mivel kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond egyébként erre. Hát ja, innen egyértelműen a belsőből, hogy a Honda megindul jobbra, és ideje korán, ez biztos. De ha kell, akkor mindjárt megnézzük, és akkor megint biztosat fogunk tudni, hogy az előző kanyarívet a Máté hogy vette Hondával, és akkor az lesz úgyis a mérvadó. De olyan, mint hogyha belegyezne. Nem tudom, hogy ki hogy van vele. Azt hiszem, Takácsi Máté még a kezdéskor itt volt a cseten, lehet, hogy most nincs már. Hol van? Itt van. Nézzük meg az előző köröket. Az a biztos, de... Hát igen, itt elég korán kezd el kanyarodni. Ádám tempót az 50-es táblánál. Hát Ádámnak jó, van a jobb a tempója. A szélárnyékba jön. Máténak 175. Most egy időben nézzük. 175. Ádámnak 100 km, megint 20 km per órával több. Hát nagyjából az a szélárnyék. Ugyanúgy, hogy az előző Barna és Viktor eseténél. Nagyjából az arra, annak róható be, én szerintem. Sőt, csináljuk azt, megnézzük, hogy Ádám itt hol kezdett el fékezni, az a legegyszerűbb. És akkor már mindent... Nem érdekel, akkor nagyon szörsze hasogottak leszünk, de bajnoki versenynél most már ez így kell, hogy történjen. Hopp, egy kicsit előrébb. Hát, az igazság. Csak úgy, ahogy Barna is, Ádám is, teljesen jó a féktáv. Százas tábla előtt. De rendes a Tibi. No, tehát a féktávja Ádámnak jó. Azt most már megállapítottuk, és nem is nézzük meg az előző köreit, mert igazából ugye hát Barnának is, Fazekasnak is megnéztük, hogy jó. De nagyjából mindenki általában ott fékez, én szerintem. Féktáv az jó. Inkább azt nézzük meg, hogy Mátét. Igen, hogyha nem lett volna egy harmadik fél is érintett ebbe, tehát és ha mondjuk azt mondanám, hogy Mátét saját magát megbüntette, mert ugyanúgy berántott az autót, akkor ja, ugyanaz a döntés, mint az előzőnél. No. Nézzük az előző kört.
Igen, az tökéletes lesz, mert itt is pont egymás mögött autóznak. Nézzük Máté ezt hogy veszi. Hát igen. Jóval később kezdi el a jobb... Tehát itt Máté, ott kezd el a jobbos kanyart bevenni, ahol kell. Az előző körben, mindjárt mutatom. Nem is volt egyébként ennyire a bal szélen, de valahol ez lehetett az autó, itt. Így valahogy, itt van ez a sötét felfestés, ott előtte elkezdett már kanyarodni a Máté. Hát igen. De szerintem, hogyha bármilyen körét is megnézzük, akkor Mátának az többi az jó lesz, mert a kanyart úgy kell venni. Ó, innen még jobban bal, még balrábról veszi. És akkor megnézzük az ominózus esetet. Itt mi történt? Most mindenki látta, hogy onnan veszi a kanyart. Le is lassítjuk meg. Hát egyrészt nem megy ki annyira a bal oldalára, mint az előző körökben, de most az mellékes. Már itt elkezdi betenni jobbra. Ez nagyon korai. Ez egyrészt, ez lehet, hogy rácsukásnak is mondhatjuk, de ez teljesen mindegy, ez nagyon korai ez az a kanyarbevétel, úgyhogy... Nézzük, hogy mi történik utána. Hát ja. Ádám is kipördül. Na úgyhogy, nem tudom, hogy ez nagyjából akkor ez így mindenki számára érthető-e, hogy ez miért nem minősül divebombnak. Én meg most így, ami tőlem, tehát azt megpróbáltam elmagyarázni. Ez akkor lenne divebomb, hogyha mondjuk vegyük alapul Kis Balást. Kis Balázs jó íven van, és innen szépen az Ádám ki bombázza. De olyan, mintha itt Máté rá is akarna csukni, mert rájön, hogy védeni kéne az ívet, csak már későn. Igen. Itt van egy balra kormány mozdulat, aztán kiegyenesíti. Hát igen. Itt viszont emiatt akkor egyértelmű az eset. Viktor. Ne, ilyeneket nem játszunk. Én a döntéseket is most eddig úgy hoztuk meg, hogy halálkor mondom, fingom sincs, hogy ki hány másodperccel végzett a másik mögött direkt azért, hogy ne még véletlenül is legyünk befolyásolhatóak, így nem direkt. Szóval a konzekvencia akkor az egészből. Ádám jókor fékezett, ez egyértelműen látszik. Máté, igaz, hogy divebomb gyanús, messziről érkezett Ádám, de Máté viszont rá fékte, hát féktávon, de vagy nem, féktávon ráhúzta, tehát rácsukta. Jóval korábban kezdte meg a jobbos kanyart, azt nem tudjuk, hogy miért, hogy szánszendéka vagy nem, de én szerintem itt az történt, hogy nyitva hagyta Ádámnak ott a kaput, a rést. Amikor már le akarta zárni, az már késő volt, és így emiatt Ádám sok mindent nem tudott volna csinálni. Ez egy korai féktávon való irányváltás, mert teljesen nem olyan íven autózik Máté, hogy az előző köreiben. És emiatt eléggé megtörténik a baj. Ádám is, illetve Kis Balázs is kipördül. Úgyhogy akkor most a szépséges hangú mechanikus billentyűzettel beírjuk, hogy Szakácsi Máté 2 büntetőpontot és 10 másodperc időbüntetés kap. Akkor remélem, hogy mindenki számára ez érzékelhető, megérthető, hogy ez miért nem divebomb. Van az az eset, amikor nem
Tehát nem csak a hátsó fél a hibás. Ritka egyébként. Ritka az olyan eset, de van ilyen. Jó, egyébként megmondom őszintén, tegnap a leges-leges alkalomkor én itt hát nem állok zsákba macskát, én Pénzes Ádámot megbüntettem volna. Aztán megnéztem 5-ször, 10-szer, 20-szor, illetve még 4 ember véleményét kikértem, és plusz még ez most is megmutattuk, megnéztük a BT ülésen az előző köröket is, ki hogy veszi az ívet, féktávot is, és így viszont most már egyértelmű számomra akkor ez a döntés, hogy nem Ádám hibázott. Most hát nem estetek nagyon egymáson itt a cseten, úgyhogy ez nem tudom, hogy jó vagy rossz. Örülök neki. Nos, emberek, ez volt az utolsó egyébként esetünk. Ez volt a második leg itt ezen a BT ülésen. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint lezárni ezt az egészet egy nagyon szép kis elköszönéssel. Holnap, megpróbálom holnap föltenni az eredményeket és frissíteni mindent. Ahogy szoktam mindig a BT ülések végén mondani, nem ígérem. Péntekre biztos, hogy fönt lesznek. Ugye itt sok esetünk nincsen, tehát nem is az fogja meg lassítani a dolgokat, hanem hogy rengeteg ember van. Rengeteg versenyző van, az 70 akárhány név van a listában. Úgyhogy ott mind mindenkinél sorrendet állítani, kiszámolni, ugye akkor egy eldobható futam azt levonni. Csapatok is 14 darab csapat, vagy mennyi, úgyhogy elég sokan vagytok. Ezért nem ígérem, hogy holnapra minden meg lesz, de legkisebb péntekre, de igyekszem azért, hogy holnap minden felkerülhessen. Úgyhogy igyekszem, hogy holnap meg legyen minden, de legkésőbb pénteken, és akkor vagy holnap, vagy pénteken bajnoki eredményhirdetés plakáttal együtt, stb. Nem tudom most, hogy hogyan alakulnak akkor itt a dolgok, mert ugye egyelőre Fazekas Barna, Hori Hunar és Füzi Marci is bajnok esélyes, úgyhogy ezt izgalommal várom, kinek hány pontja lesz, de egy nagyon jó szezonon vagyunk túl, én szerintem barátságok kötöttek, illetve szüntek is meg biztos a balesetek miatt. Viccet félretéve, tényleg jó kis szezonon vagyunk túl. Nagyon örülünk, hogy mindenki hát igazából minden versenyen szép száma voltunk, sőt azt mondhatjuk, hogy amikor úgy a legrosszabb létszám szerintem ilyen 30-35 fő volt, tehát legrosszabb, hát az is rengeteg. De úgyhogy köszönjük mindenkinek, hogy ennyire kitartóak voltatok és jöttetek versenyezni. Reméljük, hogy megtartjátok a jó szokásotokat a következő szezonra is, mert lesz következő szezon ACC-vel. És hát ahogy már is a Discordon is láttátok ott a vitákat, erősen gondolkozunk azon, hogy AB bajnok. Nem azt mondom, hogy szerver meg csoport, mert akkor mindenki félreérti. AB bajnokság, hogy külön bontjuk a két mezőnyt, és akkor mindenki, a gyorsabbak is jobb versenyt tudnak futni a saját tempójukban, meg a kevésbé gyorsak is. Mindenki számára szerintem élvezhetőbb lenne a verseny, mert azért 60 meg 70 versenyző egy pályán az rengeteg. Nagyon sok. Lett volna olyan, hogyha a pályát elbír 60 főnél többet, akkor volt olyan, hogy 70 adták a versenyregisztrációt, tehát ilyen is volt, az egyszerűen nem elengedhetetlen a mezőn kettébontása, de meglátjuk majd, hogy őszre, az őszi bajnokságra hányan hagyják le a regisztrációt, értelemszerűen, hogyha nem ilyen sokan, hanem mondjuk, tehát hogy mit tudom én, 40-en, vagy nem is rossz, mondjuk 30-an, vagy 35-en, akkor nem fogjuk úgy megbontani a mezőnyt, hogy 25 meg 10. Akkor elengedünk mindenkit egy csoportba, de ez attól függ, hogy hány nevező lesz. De ezt a két nevezőst, ezt az AB csoportot, ezt nyáron ki fogjuk próbálni egy fánrész keretében. Amire nekem vannak ötleteim, felhasználjuk az előző
négy szezon eredményeit, idejeit, és lesz majd még nyáron előtte egy felmérés, úgymond, hotlap alapján, és ezeket összevetve fog az kijönni, hogy kimegy az A bajnokságba, és kimegy a B bajnokságba. És ez alapján én nyáron tervezünk egy A meg egy B ilyen bajnokságos fánrészt, vagy versenyt menni. Ott megnézzük akkor, hogy hogyan válik be ez a ketté osztás, mennyire jön be az embereknek, úgyhogy a nyár az ezzel fog tenni, hogy ezeket leteszteljük. Lehet, hogy nem fogunk valódi eredményeket kapni, mert nyáron ugye azért mindenki megy jobbra-balra, tehát lehet, nem is lesz annyi nevező nyáron. Meglátjuk. Az is lehet. Ez nem is hülyeség egyébként. Na, ez jó, hogy mondja. Talán a szakítsa Szakácsi Máté, de ha nem, akkor bocs, de arra asszociálok. Mindegy, ezt majd én Ricsivel meg a többiekkel átbeszéljük itt még itt júniusban, hogy hogyan legyen itt a besorolás, ami alapján már mondjuk lehet, hogy most a nyári besorolást, hogy most nyáron lesz egy A meg egy B verseny, lehet, hogy azt nem fogjuk annyira komolyan venni, és csak nagyjából ketté osztjuk a mezőnyt, de meglátjuk. De az őszi bajnokság mindenképpen lesz egy komolyabb besorolás, ami szerint két részre megtörténik a két részre osztás. Ebben a hónapban a Ricsivel megbeszéljük. Rengeteg ötletet adtatok már, meg kaptunk tőletek, úgyhogy annyi csak, hogy össze kell őket már tenni. És akkor igazából megszületik a jó döntés. Na, úgyhogy ezek a tervek a jövőre nézve, ACC ügyileg. Úgyhogy nem marad senki se verseny nélkül, mert nyáron is lesznek versenyek. Igen, budi versenyek, tervezzük közvetíteni is őket, mert ez nagyon bejött eddig. Úgyhogy igen, ez lesz a nyári terv. Hát mindenkinek jó pihenést a nyára, és tényleg pihenjétek ki ennek a 3-4 hónapnak a fáradalmait, és reméljük, hogy akkor újult erővel az őszi bajnokságra újból velünk tartotok. A liga találkozó augusztus 13 és 14-én lesz, ezt még hivatalosan nem írtuk ki sehova, de az előző VTCR-es BT ülésén is elmondtuk, így itt is elmondom. Augusztus 13-14, ez fix. A program pedig két részből fog állni. Az egyik, a második rész az biztos az, hogy Erdei Bálint kollégánál lesz egy nagy parti. Evészet, ivászat. Tavalyi az ilyen éjféli, meg hajnali egyre nyúlt, úgyhogy legalább megint olyan jó lesz. Tibi, remélem, hogy megint el tudok menni, érted, és felveszlek részegen. Ez tavalyról nagyon megmaradt. Na, és a liga találkozó első fele pedig, azt meglátjuk még, vagy egy gokárt lesz, az nagyon bejött a százszalombat, hogy gokárt, az közel van Bálintékhoz is, vagy esetleg elmegyünk a Hyperzone-ba egyet szimulátorozni, bár annak kevésbé látom értelmét, mert egész évben mindenki a gép előtt ül, ezért inkább a gokártot részesíteném előnybe. Na, úgyhogy Tibi, várunk szeretettel, csak is részegen. No, úgyhogy köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartottatok. Reméljük azért, hogy megvoltatok elégedve a szervezéssel és mindennel. Mi nagyon élveztük. Pihenjetek sokat. És akkor hamarosan jövünk a részletekkel, a liga találkozó részleteivel, a nyári versenyek részleteivel, és nyár közepe vége fele pedig az őszi bajnokságok részleteivel, úgyhogy nagyon üres járat nem lesz. Nagyon üres járat nem lesz. Senki sem fog unatkozni, mi meg pláne nem. Mindenkinek további szép estét kívánok. Jó éjszakát. Sziasztok. Jó pihenést.